Mélyen a föld magjában egy gyilkos rejtőzik. Több lávát bocsát ki, mint a földtörténet ismert vulkánjai együttvéve. Könyörtelen támadása teljesen elpusztíthatja a földi életet. Őseink, a legkorábbi kétéltűek azért küzdenek, hogy megtegyék az evolúció legdrámaibb lépését. A földtörténet során katasztrofális események több tömeges kihalást is okoztak. Ám minden alkalommal, amikor a teljes megsemmisülés elkerülhetetlennek tűnik, a természet rendkívüli rugalmassággal regenerálódik. E tömeges kihalások múltunk kegyetlen részei, és talán a jövőnké is. Ki marad életben, és kipusztul ki? A válaszok meglepőek lehetnek. Lássuk az egyik legpusztítóbb katasztrófát, melyet bolygónk valaha is elszenvedett, a földi poklot. Kihalásra felkészülni. A földi pokol. Életünk mások pusztulásának eredménye. Leonardo da Vinci, 16. század. Bolygónk 377 millió évvel ezelőtt. A késő devon időszak kezdetén, jóval az ember vagy akár a dinoszauruszok megjelenése előtt. Az állati élet virágzik ebben az ősi világban. Legalábbis mostanáig. Úgy tűnik, a földi életet túlszulejti a bolygó második nagy kihalása. Az elsőt valószínűleg egy gamma villanás okozta. A kutatók szerint ez a mostani gyilkos a föld mélyéből támadt. Szupercsóvának nevezik, mely egy valóságos magmaóceán, és a felszín felé tart. Több mint 8 köbkilométernyi folyékony kőzetet tartalmaz, elegendőt ahhoz, hogy az egész földet egy halálos spirálba taszítsa. A szupercsóvák a Föld nagy és forró mélységeiben keletkeznek, ám annak okát nem ismerjük, hogy miért válnak el a többi magmaanyagtól, és indulnak el a felszín felé. Gondoljuk csak el, több mint 20 millió éven át ez az ősi földi lávalámpa, e magmatömegek egyike feljut a felszínig, áttöri a kérget, és szó szerint elszabadul a pokol. Ahogy a csóva emelkedik, alulról meghajlítja és megolvasztja a földkérget. Csak időkérdése, mikor következik be az Armageddon. A Földnek csak 24 órája maradt. Ekkoriban bolygónk egy meleg, nedves, trópusi szigetvilág a végtelen óceánban. Dél-Amerika, Afrika és az Antarktisz a déli sark körül egyetlen szuperkontinenst alkot. A többi szárazföld az egyenlítő környékén helyezkedik el. A szárazföldet a földtörténet során először borítják növények. Valószínűleg teljesen mások voltak, mint a mai erdők. A devoni időszaki erdők elég melegek, párásak, füllettek lehettek. Sok nagy páfrányfa lehetett akkoriban, ám még egyetlen fának, bokornak sem volt virága. A devonban tehát nem voltak virágos növények. Ilyen erdőkben járva csupán kis rovarokat láthattunk volna.
Az élet lenn a napsütötte sekély tengerekben virágzott. A devon időszakban a korallzátonyok kiterjedése elérhette az 5 millió négyzetkilométert. Nagyjából 10-szer akkora lehetett, mint manapság. E víz alatti városokban nyüzsögtek az élőlények. A tengereket benépesítették a korallok, szivacsok, trilobiták, utóbbiak a tenger rovarjai, továbbá lábasfejűek, a nautiluszfélék, a mai tintahalak és polipok ősei. A zátonyok hatalmasak, gazdagok, sokfélék és színesek voltak. Több százféle korallt láthatunk és más lényeket, köztük szivacsokat, krinoideákat, vagyis tengeri liliomokat. A színek és formák igazi kavalkádja lehetett. Az elsők egyike, amit észrevehettünk volna, a halak tömege. Ezért is nevezik a Devont a halak korszakának. Manapság a halak a primitívebb életformák közé tartoznak a Földön. Abban az időben viszont ők voltak a legfejlettebbek. Rendkívüli méretbeli változatosság jellemezte őket, a pár centi hosszúságútól a busz nagyságúakig. Egy csoportjuk azonban kiemelkedik a többi közül, a páncélos őshalaké. A páncélos őshalak nevüket találóan a fejet és a törzs elülső részét fedő bőrcsontokról kapták. Törzsük hátsó részét pedig pikkelyek borították. A tenger legnagyobb állata és az eddig élt legnagyobb élőlény a Dunkleosteus volt. A legnagyobb állat, amit valaha vízben láttam, egy gyilkos bálna, vagyis kardszárnyú delfin volt, mely eltörpülne a hatalmas Dunkleosteus mellett. E több mint 10 méter hosszú, 200 tonnás tengeri szörnyeteg épp oly félelmetes volt, mint amilyennek látszik. Fejét, mint valami páncélsisak, csontos lemezek borítják. Fogak nélküli borotva éles állkapcsa a másodperc tört része alatt beszippantja áldozatát, aztán csaknem olyan erővel harapja át, mint a T-rexé. Az ember nyilván nem szívesen végezné be életét egy Dunkleosteus állkapcsai között. Egy cápa harapása olyan érzés, mintha egy csomó villát szúrnának belénk, vagy ollóval vágnának a testünkbe. De egy Dunkleosteus állkapcsai alig, hanem kettészelnének egy embert. Miután lenyeli áldozatát, a megemészthetetlen részeket felöklendezi. A Dunkleosteus e víz alatti dzsungel vitathatatlan ura, de még ő sem menekülhet a közelgő pokol elől. Ahol ma Szibéria terül el, egy szupercsóva készül kitörni a tengeraljzaton át. A földi élet mindörökre megváltozik. A tenger háború. Túlhevített gázok törnek fel hatalmas erővel. A kitörési területeken mindenfelé forró vizek emelkednek fel nagy sebességgel. Olyan magas a hő és olyan sok víz van a kőzetekben, hogy felforr. Valójában még forróbb, mint a forrásban levő víz.
Sok millió állat számára a pusztulás elkerülhetetlen. Még a hatalmas Dunkleosteus is védtelen. A víz alatti kőzett csuszamlások pillanatok alatt elpusztítják az átonyt. A mély hasadékokból magma törelő. A kitörés kiterjedése akkora, mint Manhattan szigetéjé, ereje pedig felér ezernyi atombombáéval. Ha valami ismertel, mondjuk a St. Helens kitörésével hasonlítjuk össze a szupercsóvát, sokkal, de sokkal nagyobb hatású esemény lehetett, mint bármilyen katasztrofális vulkánkitörés. A trópusi hőségben elpusztult halak serege rothad. Ők az első áldozatok a túlélésért vívott küzdelemben, abban a háborúban, mely a szupercsóva és a föld között zajlik, és melyben az állatvilág keresztűzbe került. Elérkezett a döntő ütközet. A Föld már sosem lesz olyan, mint azelőtt. Itt sóhajok, sírás és csikorogva száz jaj hangzott a csillagtalan éjjel. Dante 1308.377 millió éve egy belső ellenség, forró kőzetek szupercsóvája ostromolta bolygónkat. Az ehhez hasonló katasztrófák formálták Földünket olyanná, amilyennek ma ismerjük. Ha ez a kataklizma nem következik be, a Föld ma egészen más lenne. A Ground Zero, ami ma Szibéria, a hajdan virágzó állatbirodalom szinte semmivé vált. És ez csak a kezdet. Az ellenség terjeszkedik. Átalakul egy több ezer kilométer átmérőjű tűzgyűrűvé. Nem csupán arról van szó, hogy láva ömléssel kísért vulkánkitörések történtek, hanem felgyorsult a lemeztektonikai aktivitás, a tengerrajzat tágulása és vele az óceáni kéreg gyarapodása is a tenger alatti vulkánosság következtében. De nem csak a Föld kéreg sérült. A szupercsóva megmérgezi az óceánokat is. Ahogy a forró láva kapcsolatba kerül a tengervízzel, rengeteg potenciálisan mérgező vegyület keletkezik az óceánokban. Tömérdek fém kerül a vízbe, például ezüst, arany, króm, vas, magnézium. A szennyeződés úgy terjedt, mint az atomrobbanás utáni sugárzás. Az új élet a legsérülékenyebb. A mai Dél-Itália területén éppen az Eustenopteron, az izmos úszójú hal szaporodási időszaka van. Mint napjaink lazacai, ezrével vándorolnak ide évente, hogy szaporodjanak. Ezek a fürge ragadozók közel akkorák, mint egy ember, és csúnya harapásuk van. Nevüket rövid, zömök uszonyaikról kapták, melyek a végtagok előfutárai. A devon időszaki izmos úszójú halaknak a mieinkhez hasonló végtagjaik voltak. Ez tette őket robusztusabbá. A párzási időszak során messziről is idegyűlt az összes Eustenopteron. Mit sem törődve a katasztrófával, csak az jár a fejükben, hogy vonzó párt találjanak. A nőstények ikrákat raknak le,
a hímek pedig megtermékenyítik azokat. A mélyben lévő ellenség több milliárd tonnányi mérgező gázt bocsát ki, jó részt széndioxidot. A légkör lassan, de biztosan megtelik üvegházhatású gázokkal. A mérgező tengerben azonban az ivadékok gyorsan elpusztulnak. Immár 8000 éve tart a háború, ami csupán egy szempillantás a tömeges kihalások időskáláján. Az óceánokban élet-halál harc folyik, de most a pusztítás a légkör felé terjeszkedik. A hőmérséklet emelkedik, az óceáni áramlatok lassan leállnak. Mai világunkban az óceáni áramlásokat a hővisszatáplálás hajtja. A meleg trópusok megpróbálnak a hideg felé terjeszkedni, a hideg sarkvidékek megpróbálnak felmelegedni. Ez okozza a vízáramlásokat és az erős szelet. Ha a sarkvidékek és a trópusok egyaránt melegek volnának, nem lennének áramlások, nem léteznének az őket hajtó szelek. A halál szerte a bolygón szedi áldozatait. Leszögezhetjük, hogy a hőmérséklet megemelkedett. Méghozzá alaposan. Az óceánok hőmérséklete az egyenlítő térségében meghaladja a 30 Celsius fokot, ami a korábbihoz képest drámai emelkedést jelent. A tenger haldoklik. Olyan magas hőmérsékletekről van szó, melyek jóval túlterjednek a korallzátonyok tűrőképességének határán, mert ezek a zátonyok olyan vízben fejlődtek ki, melyeknek hőmérséklete jóval alacsonyabb. Úgy tűnik, földanya elveszítheti a háborút. Ha pedig ez a háború elvész, a rendkívüli áttörés sosem következhet be. Azaz, őseink nem lépnek ki a tengerből a szárazföldre. Ezek a lények, köztük-e figyelemre méltó hal, a tiktalik, kezdik érezni környezetük változásait. A mai Grönland helyét elfoglaló folyómedrekben a hőmérséklet emelkedik, az élőhelyük egyszerűen elpárolog. Ám egy forradalmian új alkalmazkodás révén képesek védekezni. Ez segíthet abban, hogy túléljék az apokalipszist. Érezve a veszélyt, e család hosszú útra indul. Menekülésük során azonban olyan környezetbe kerülnek, ahol vízi állat még sosem járt. Ki a szárazföldre? Megjelenik a kezdetleges, légzésre alkalmas tüdő, és egyszerű kézfejcsonthoz hasonló képződményekkel emelkednek fel a talajról. Ez a csodálatos lény az első gerinces, mely képes járni a szárazföldön. Ez az az előny, amelyre a túlélésük érdekében szükségük van a több ezer évig tartó megpróbáltatások során. A tiktaalik tökéletes láncszem a valódi, vízben élő halak és a legkorábbi szárazföldi kétéltűek között. Egy olyan halat látunk, mely úton a négy lábon járás felé. A lábai az első példák arra, hogy a csontok miképp dolgozzák át magukat és alakulnak át felkarcsonttá. A tiktaalik sok szempontból az őslénytan történetének egyik nagyszerű felfedezése. A tiktaaliknak sok korábban sosem látott jellegzetessége van, mely alapvető a szárazföldi élethez. Az ellaposodott fej, tetején a szemekkel, a mozgatható nyak és az erős, de hajlítható végtagok.
A tiktaalik egyik legnagyszerűbb vonása, hogy számos csontos vonal van a toroktájon, mely a későbbi modern halakban ellát egy sor kopoltyúlemezt, mely lehetővé teszi a kopoltyú alapú légzést. Így a tiktaalik hasonlóan a későbbi tüdős halakhoz kettős légzést végzett, vagyis mind kopoltyúval, mind pedig tüdővel tudott lélegezni. A tömeges kihalás szorításában azonban a tiktaalik fennmaradása egyáltalán nem biztos. A fokozódó globális felmelegedés vándorlásra készteti őket, mindig újabb, biztos otthont kell találniuk, ahol élelemhez jutnak, szaporodhatnak és felnevelhetik utódaikat. Valószínűleg bármely devonbeli hal számára nagy előnyt jelenthetett, hogy képes volt egy piszkos pocsolyából átjutni egy nagyobb, kevésbé koszos pocsolyába. A valódi rovarok a szárazföldön éltek. Egy hal pedig, mely megpróbál átjutni egyik vízből a másikba, útközben rengeteg élelmet talál, és bekaphat párat közülük. A kijövetel a szárazföldre tehát nagyobb védelmet jelentett, lehetőséget arra, hogy új helyet találjanak a szaporodáshoz, de egyúttal új táplálékforrást is. A tiktaalik valami vonzót találhatott ebben a változó világban, de ez még csak egyetlen lépés a kihalás elkerülésére. Elég egy rossz mozdulat, és az egész faj kihalhat, vele együtt a mi létezésünk is. Más édesvízi lakók nem alkalmazkodtak ilyen jól, köztük a Botryolepis sem, mely az akkori világ egyik leggyakoribb hala volt. A Botryolepis nyújtja számomra a legjobb képet arról, hogyan is kell kinéznie egy teljes páncélzatú halnak. Igaz, nem nyernének meg egyetlen gyorsasági versenyt vagy hasonlót. Másrészt viszont oly mértékben fel voltak vértezve, hogy nagyon nehéz lett volna megölni őket. Ez a jól védett állat azonban sérülékeny a változó környezetben. Minden nyáron hatalmas monszun esők okoznak áradásokat a folyókban, melyekben élnek. Ám a hőségben a víz gyorsan elpárolog. Ez a szüntelen ciklus elpusztította az élőhelyét. A Botryolepis és sok száz más édesvízi halfaj ott találta magát az iszapban, ahol az égető nap alatt pusztulás várt rájuk. Százezer évvel azután, hogy a szupercsóva áthatolt a földkérgen, a könyörtelen támadás tovább folytatódik. Láva ömlik ki az óceánba, mérgező vegyi anyagok árasztják el a tengeraljzatot, és a ragyogó nap perzseli a bolygót. A földi élet ereje gyorsan elhalványul. Az egykor virágzó fajoknak csak egyetlen esélyük van. Alkalmazkodni, különben elpusztulnak. Honnan tudunk ilyen sokat a tiktaalikról? Legelső kövületeit 2004-ben Kanadában, az Ellesmere szigeten találták meg. A kutatók kíváncsiak voltak rá, hogy a furcsa halvajon járt-e a szárazföldön. Nem volt könnyű megállapítani, mert a tiktaalik maradványai csak részlegesen őrződtek meg, sem izomzat, sem lágy szövet nem maradt fenn. Honnan tudják a kutatók, hogy a tiktaalik, a hiányzó láncszem a halak és a kétéltűek között ténylegesen járt-e a szárazföldön? A válasz az állat csontjaiban keresendő. A tiktaalik kézfej csontjai egyedülálló módon kapcsolódnak a könyökhöz, és lehetővé teszik, hogy az állat felemelkedjen. Mivel hajlópontok vannak a kézfej csont és a könyök táján, ez mutatja igazán, hogy ez volt az első ilyen végtag kapcsolat az állatvilág történetében. Noha javában tart a vita, sok kutató szerint ez a jelleg segítette a tiktaalikot, hogy felemelkedjen a talajról és járjon.
A Tiktaalik leszármazottai kifejlesztették ezt az egyedülálló jelleget, és 15 millió éven belül már tartósan a szárazföldön éltek. Kétszázötvenezer évvel azután, hogy bolygónkat elérte az első támadás, a pusztulás győzelemre állt az élet fölött. A szupercsóva, mely először a mai Szibériában robbant fel, még mindig pokoli vulkán kitöréseket táplál. És amikor úgy tűnt, ennél rosszabb már nem lehet, egy meglepő új gyilkos jelent meg, a növényi élet. Minden megvolt, ami csak kellett a létezésükhöz. Nyílt térségek, bőséges víz és széndioxid, valamint napsugárzás. A vegetáció korlátok nélkül terjeszkedhetett. Több ezer év lehullott levelei bomlottak el az erdőkben. Megjelent az első valódi talaj a Föld történetében. Ezt megelőzően csupán nagyon vékony talajszerű képződmények fették az alapkőzetet. Ám mihelyt kifejlődtek a mély gyökérzetű növények és fák, felgyorsították a nagyon vastag és tápanyagokban gazdag talaj képződését. Ám ami táplálta a növényeket, csak pusztulást okozott az óceánban. Amikor esik az eső, a talaj bemosódik a tengerbe. Az algák felveszik a tápanyagokat, és korlátok nélkül növekednek, elszívják az oxigént a vízből, és megfojtják a tengeri életet. Elborítják a partvidékeket, a tenger zöldé és émeítő szagúvá válik. A Devon időszak kőzeteiben megőrződtek-e szörnyűséges körülmények közvetlen bizonyítékai. Ha megnézzük a Devon időszak óceánjait, valami nagyon feltűnőt láthatunk az óceáni medencékben lerakódott üledékekben. Igen sok a nagyon sötét színű üledék, a fekete palák, a sötét színű mészkövek, és ezek azt bizonyítják, hogy a korabeli óceáni medencék nagy részében igen alacsony volt az oxigén tartalom. Az egyenlítőtől alig valamivel északabbra a mai Marokkó területén a mélységi vizek valóságos temetővé váltak. Ezen az átonyon jóformán csak nyálkás baktérium szőnyeg maradt. A kevés túlélő is éhezett. Hajdan százával éltek itt dunkleoszteuszok, ám mostanra csupán néhány maradt belőlük. Ahogy az éhség elhatalmasodott, csillapíthatatlan étvágyuk kannibalizmusra kényszerítette őket. Szörnyűséges látvány, két éhező tengeri szörny, mindegyik akkora, mint egy busz, és elkeseredetten próbálják megölni egymást. Egy falat e szörnyekből tápláló ugyan, ám a végzet elkerülhetetlen. A devoni tengerek királya a korabeli idők T-rexe halálra ítéltetett. Immár 300 ezer éve tart a kihalás, és a Föld egyre közelebb kerül ahhoz, hogy halott bolygóvá váljon. A szennyezett vízű óceánokban milliónyi faj pusztult el. Egy hajdan virágzó állatbirodalom a teljes ellehetetlenülés felé halad. Néhány alkalmazkodó képes élőlény csodálatos módot talált a túlélésre. Ausztrália területén egy Materpiscis nevű állat felvette a harcot. Noha e hal elférne a kezünkben, erős foglemezeivel képes volt feltörni egy kagyló héját. Ám nem sajátos táplálkozási módja teszi különlegessé.
A Mater Piscis anyahalat jelent, az első ismert állat, mely eleven szülő volt. ...2005-ben Ausztráliában egy Mater Piscis kövületre bukkantak, melyben egy apró halcsontvázat is találtak. A tudósok rájöttek, hogy ez csak a magzata lehet. E példány belsejében fosszilizálódott embriók vannak, melyek nem a test alján koncentrálódnak, ahol mondjuk a gyomor helye van, hanem sokkal beljebb és följebb. Ez az alkalmazkodás azonban veszélyeket hordoz. Az utód testen belüli védelmével a Mater Piscis segíti utódait, hogy megérjék a kifejlett kort. De vajon az Armageddon körülményei közepette létrejött anyai ösztön elegendő lesz-e? ...750 000 évvel azután, hogy a szupercsóva támadásba lendült, tombolása feldúlta a Földet. Most azonban új taktikát választott. Eddig a kitörések a tengerekre összpontosultak. Most azonban a szárazföldön támadnak. Az egyetlen, ami mindenkit egyenlővé tesz a Földön, az a halál. Philip James Bailey, 19. század. ...377 000 éve hajdan békés bolygónkon halál és pusztítás vette kezdetét. A kutatók szerint elindítója egy szupercsóva, azaz az olvadt kőzetanyag nagy arányú felnyomulása volt. Több ezer éven át rettenetes vulkánkitörések mérgezték a vizeket, szennyezték a légkört, és csaknem elpusztították az életet. És a háború még nem ért véget. Egy óriási vulkán gyűjti erejét, és ez az első alkalom, hogy a szárazföldön tör ki. Az élet sorsa egy hajszálon függ. Mostanára 1,2 000 000 év telt el az első kitörés óta. Ha a mostani Kína nyugati részén volnánk, hallhatnánk, amint morog a Föld. A levegő kellemetlen, kénszagú. És azután jön a káosz. Folyékony tűz gejzírjei emelkednek több száz méter magasba. Szörnyű erődemonstráció. Hamu tölti be az eget. Egy folytó, halálos felhő emelkedik a magasba. A bolygó kifordult önmagából. Ez maga a földi pokol. Egy szuperkitörés erejét a legjobban úgy érzékeltethetjük, hogy összevetjük egy közelmúltbeli vulkánkitöréssel, például a Szent Helenszével. Bármely szupervulkáni kitörés százszor, ha ugyan nem ezerszer nagyobb erejű, mint a Szent Helensé. Ha egy ilyen vulkán közelében élnénk, akár a víz alatt is nagy bajban lennénk. Saját ősünk a Tiktaalik is sietve védelmet keres. Némelyik a szárazföldön próbál biztonságba kerülni, de ott sincs menekvés.
A hamufelhők magassága elérheti a 40-50 kilométert, és magasan felhatolnak a stratoszférába. E hamufelhőkkel kapcsolatosak az izzó felhők, a piroklasztárak, melyek izzó törmelékanyagból állnak. Hőmérsékletük 7-800 Celsius fok és 2-300 kilométeres sebességgel száguldanak. Ezek persze mindent azonnal megsemmisítenek a környezetükben. Az első kitörés után néhány órával a láva továbbra is nagy hasadékokon át ömlik ki. A kitörés hetekig eltart, és annyi törmelék szóródik ki, hogy kitölteni a Grand Canyont. A kirepülő kőzetdarabok hatalmas tüzeket okoznak, és egyre közelebb hozzák a véget. A vulkáni gázok és a hamu együttese nagyon színessé tehette az eget, mely narancsvörösben lángolt, miközben a hamu sötét fátyla elhomályosította a napot. Mindegy, hogy a Föld melyik pontján lennénk, éreznénk a hatásokat. A hamu az egész világon hull az égből. Nincs menekvése, szürreális, új égbolt elől. Néhány hét vagy hónap múltán a hamu nagy része kihull a légkörből. A Föld légkörébe, a stratoszférába került gázok azonban még évekig ott maradnak. Az egész Föld homályba borult, ami jele valami még rosszabb eljövetelének. A bolygó több százezer éven át globális üvegház állapotban volt. Visszatartotta a napenergiát, ezzel melegítve a felszínt. Most azonban a vulkáni gázok visszafogják a besugárzást. Úgy tűnik, most befagy a pokol. Egy 1,3 millió évvel azután, hogy a szupercsóva lesújtott a Földre, egy sötét hamufelhő vulkanikus télbe burkolta a világot. Ez a földi élet utolsó csatája. Az óceán felszíni hőmérséklete 32 Celsius fokról 22-re csökken. Minden a sekély vízben lévő halikra azonnal elpusztul. A plankton, a tengeri tápláléklánc alapja megtizedelődik. A földi élet már több százezer éven át szenvedte el a szennyeződést és az üvegházhatást, most pedig egy újabb vész következett. Ha nagyon erős kitörés történt, létrehozhatott egy vulkanikus vagy nukleáris télnek nevezett állapotot, úgyhogy egyszerre jelentkezett a globális felmelegedés és az ezt rövid időkre megszakító globális lehűlés. Egy sekély grönlandi folyó vizében ősünk, a tiktaalik, komoly nehézségek közepette él. Az a képessége, hogy ki tud jönni a szárazföldre, hatalmas előnyt jelent számára. E túlélésért vívott háborúban azonban új ellenség jelenik meg. Több százezer év óta az első hóesés. Egyszeriben hideg lesz az idő. A korábbi trópusi világ egyre hidegebbé válik, és ez olyan csapás, mely tömeges kihalást okoz a Devon időszakban. A jeges vizek a szenvedő tiktaalikok sírjaivá válnak. Populációjuk lassan csökken, míg végül csak egy marad. Akkor pedig ez a kulcsfontosságú faj végleg eltűnik. To
A Tiktaalikot, mint a gerincesek egyik nagy úttörőjét tartjuk számon, abban az értelemben, hogy itt egy állat, mely valóban kikövezte az utat. Ő mi vagyunk, messze az ősidőkben, de a Tiktaalik nem maradhat sokáig életben ebben a világban. Azért értékeljük ilyen nagyra, mert olyan fajok számára nyitott utat, amelyek jobban alkalmazkodnak. A Tiktaalik rövid életű ugródeszka volt. Már másfél millió év telt el azt követően, hogy a kihalás elkezdődött. A vulkanikus tél lassan elmúlik, s végül kialszik a szupercsóva. A világ már sosem lesz olyan, mint az előtt. A fajoknak legalább a 70%-a kipusztult. Ahol egykor óceán volt, és az élet sokfélesége virágzott, ott most minden szürke és üres. Könnyű azt gondolnunk, hogy a tömeges kihalás csak a nagy állatokat érinti. A valóságban általában a kistermetűek szenvedték el a legnagyobb kárt. A zátonyt alkotó élőlényeket a katasztrófa valósággal lemészárolta. Ők voltak a nyüzsgő élőhelyek alapjai, és most egyszerűen eltűntek. A kiinduló állapothoz képest, melyben a korallzátonyok legnagyobb kiterjedése nagyjából 5 millió négyzetkilométer volt, olyan helyzet állt elő, hogy ez a terület mindössze 1000 négyzetkilométerre zsugorodott, úgyhogy a zátonyközösségek hatalmas veszteségeket szenvedtek. A zátonyokkal együtt kihalt az állkapocs nélküli hal, valamennyi közül a legprimitívebb. A vértes halak, mint a Dunkleosteus és a Mater Piscis, ugyancsak hamarosan eltűntek. Évmilliókon át a kihalással fenyegetett túlélők azért harcolnak, hogy ebben a barátságtalan környezetben életben maradjanak. A Föld igen közel áll ahhoz, hogy élettelen bolygóvá váljon. A természet semmit sem tesz fölöslegesen. Arisztotelész, Krisztus előtt 4. század. A tömeges kihalás nyomán a földanya alaposan meggyengült, és az életnyomait alig találni meg rajta. Most pedig elkezdődik a lassú és nehéz regenerálódás. Az evolúció évmilliókra leállt, de az állati élet lassan visszanyeri erejét. Mikroszkopikus haszonlesők, így a baktériumok és az algák töltik ki az űrt, és elfoglalják a hajdan korallok uralta tengerajzatot. A helyzet nagyon hasonló a prekambriumhoz, amikor még nem volt állati élet. Az állatok száma kevés, a mikrobák halálos csatát vívnak az állatokkal, hogy visszahódítsák a Földet. Az volt a tét, hogy a bolygó visszatér-e a baktériumok uralta világba, vagy továbbra is az állatok uralma alatt áll le. Ám nem veszett el minden. A fák, melyek hajdan hozzájárultak a tömeges kihaláshoz, most segítenek abban, hogy a Föld ismét az élet bolygója legyen. Évről évre egyre több oxigént adnak hozzá a légkörhöz. A hőmérséklet stabilizálódik, visszatérnek az évszakok, és az élet ismét egyre sokfélébb formát ölt. E korabeli mocsarak az élet következő nagy lépésének inkubátorai, és ebben már mi, emberek is érdekeltek vagyunk. Már 10 millió év telt el a szupercsóva kitörése óta. A mai Pennsylvania területén lévő mocsarakban Botryolepiszek csapata kutat élelem után.
Ez a különös hal a szerencsés túlélők egyike. Világszerte sokféle környezetben éltek, hogy növeljék a túlélés esélyét. Ám mit sem sejtenek arról, hogy egy fürge ragadozó figyeli őket. Csak nem olyan, mint a tiktalik, de ez utóbbi már rég kihalt. Valójában e lény a tiktalik egyik leszármazottja, fontos kapcsolat az emberiség evolúciója szempontjából. Ez a másfél méteres ichthyostega. Az ichthyostega igen érdekes olyan értelemben, hogy ez az állat a fosszíliák sorában az első dokumentált gerinces lényt képviseli, melynek felismerhető ujjai és végtagjai vannak. A mellső lábairól semmit sem tudunk, de a hátsók nagyon jól ismertek, és érdekes módon nem öt, hanem hét ujjuk van. Őse a tiktalik mind a kopoltyúit, mind pedig a tüdejét használta a légzéshez. Az ichthyostega viszont csak a tüdejét. Erősebb, izmosabb mellkas tartja a testét, amikor kim van a vízből, csökkentve a tüdőre nehezedő nyomást. Ez azt jelenti, hogy az ichthyostega jóval mélyebbeket tudott lélegezni, mint a tiktalik. Miként napjaink bálnái vagy delfinjei nagy lélegzetet vesz a felszínen, mielőtt megindítja a támadását. Ha elképzelünk egy erősen hínáros mocsarat, ahol nagyon sok a növényi anyag, a lábak igazán hasznosak. Át tudja magát húzni az ágakon, a lehullott leveleken. Nagyon hasznosak a víz alatti haladáshoz. Az ichthyostega a vízen kívül épp oly kényelmesen érzi magát, mintha benne lenne. Az ichthyostega bizonyára képes volt erre, hogy ki tudta-e magát emelni, arról még folynak a viták. De ez az az ős, mely elvezetett azokhoz az állatokhoz, melyek fent tudták tartani magukat. Ők voltak az első igazi kétéltűek. A Föld egyik legszörnyűbb katasztrófájának hamvaiból az élet csodálatos módon újjászületett, és egy új evolúciós mérföldkőhöz érkezett. A Föld magja továbbra is izzik. Bármelyik pillanatban egy új szupercsóva támadhat a világra. És ha ez megtörténik, az Armageddon visszatér. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Pannonia Sound System készítette.